Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 21-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a hagyományos adventi jótékonysági estre látogatunk el, majd egy könnyű zenei koncerttel, egy klasszikus hangversennyel várom önöket, végül pedig megmutatjuk a Diótöröskek könyvbemutatóját. Tartsanak velünk! Rendkívüli méltóságú és szeretetteljes hangulatú jótékonysági estet rendeztek a Szent István Művelődési Házban. A hagyományokhoz hűen két határon túli óvoda, egy délvidéki és egy felvidéki intézmény javára gyűjtöttek az est résztvevői. 15. alkalommal rendezték meg azt az adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja, és ebben az esztendőben a Bácskosút falvi Napsugár Református óvoda és a Párkányi Katolikus Szent Imre Egyházi óvoda javára valósult meg. Amikor beköszönt az adventi szent idő, magától értetődően az emberek lelkében valami megmozdul, a szívek mélyén kezdik keresni, kinek és mivel lehet örömet szerezni. Eltelnek a napok, megvan a karácsony hangulata, öröme, de az ember többre van hivatva, mint hangulatokra, mint apró jó tettekre, többre van hivatva, mint az élet bizonyos időszakainak megélt jóságára. Amikor közeleg a karácsony, itt vagyunk az adventban, minden ember szívében fölébred a vágy, hogy jó lenne valami örömet szerezni, jót tenni jó. A mi hagyományunk szerint itt Székesfehérváron megpróbáljuk ezt úgy tenni, hogy legyen ennek igazán maradandó hatása. Nem csak hangulatokat keresünk, hanem szeretnénk valami maradandó nyomot is hagyni. Ezért ez a jótékonysági est megcéloz most idén két olyan óvodát, felekezettől függetlenül, egy katolikust és egy reformátust, amelyben a gyerekek majd megtapasztalják a jóság adományának a gyümölcseit. Nagyon fontos ez, hogy ezek határon túli magyarokat segítenek, a nemzet egységét, a nemzet testet segítjük és támogatjuk. Sok olyan gond van a világban, amelyen nem feltétlenül tudunk segíteni. Túl vannak rajtunk. Tudunk imádkozni, természetesen tudunk jó példát mutatni a környezetünknek, de tudunk anyagilag is segíteni azoknak, akik erre rászorulnak. És itt megszoktuk, hogy évek óta, hosszú idő óta ezt mindig nagy lelkennek teszik a fehérváriak. Köszönjük nekik ezt az érzékenységet, köszönjük ezt a nagy lelkűséget, és örülünk annak, hogy tudjuk segíteni azokat, akik sajnos rászorulnak a mi támogatásunkra. Steinbach József a Református Egyház Dunántúli Református Egyház kerületének püspöke számára esztendőről esztendőre megerősítést jelent az összefogás. Nagy hálával köszönve az Úr megtartó kegyelmének, és ott köszönve a szervezőknek, külön Prekrit Judit, székesfehérvári gyülekezeti tagnak, aki hosszú évek óta szervezi ezt a jótékonysági koncertet. Mi magunk egyébként éppen ezért az ő szervező munkájáért és diakoni lelkületéért egy magas dunántúli református kitüntetést adtunk neki nemrégiben az ünnepi közgyűlésünkön. És hát számomra ezek az esték mindenképpen a kárpát-merencei magyarság összetartozását jelentik, ökumenikus értelemben is, hiszen most is két óvoda számára gyűjtünk, egy felvidéki katolikus és egy délvidéki református óvoda számára. És az óvoda pedig egy külön üzenetet jelent számomra a felnövekvő
nemzedéket, akik a legfogékonyabb korban kapják meg a magvetést, a gyökereket, az áldott identitást, mind nemzettudatban, mind hitben, és hát ez nélkülözhetetlen, úgyhogy így is áldjuk az Urat ezért az estéért. Deák Lajosné a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, Székesfehérvár számára kiemelten fontos, hogy évről évre megrendezze ezt az estet, ezzel is bizonyítva a határon túli magyarok iránti elkötelezettségét. 15. éve kerül megrendezésre ez a jótékonysági est. A Szórványba élő magyaroknak küldtünk kis ajándékcsomagot. Iskolák, gyerekek készítik ezt a kis meglepetést, kicsit a szívüket is becsomagolják ilyenkor ebbe a kis ajándékcsomagba. Hasznos dolgokat, amit a gyerek örül neki, a családnak fontos dolgokat kapnak, és a jótékonysági est kimondottan a határon túli magyarságoknak a megsegítségére jött létre, igaz 15 évvel ezelőtt. A szervezők Prekrit Judittal az élen idén is jelesre vizsgáztak. A magyar népi kultúra és énekművészet legrangosabb képviselőit sikerült megnyerniük, akik már számtalanszor bizonyították, hogy szívügyük a határon túli magyarság segítése. Nagyon szeretjük ezt az adventi jótékonysági estet, mert ilyenkor délvidékről és felvidékről is érkeznek vendégeink, bár most ezt megnehezítette a pandémia, de érezzük azt, hogy összetartozunk, hogy egymás iránt felelősséggel vagyunk, és lelki közösségben vagyunk itt együtt. A Bácskosutfalvi Napsugárreformátus óvoda az egyik kedvezményezett képviselőjeként Móricz Árpád református lelkész küldetésének tekinti a délvidéki magyarság identitásának megőrzését. Nagyon nagy öröm számunkra és megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk ennek a támogatásnak, ugyanis tehát ez egy testvéri közösségnek a igazi szereteteljes megnyilvánulás, amit a székesfehérvári testvéreinktől kapunk. Ugyanis ott a déli végeken, tehát elég nagy küzdelmek árán tudjuk mi ezt az intézményt fenntartani, és egy ilyen megmozdulás, ez óriási segítség számunkra, anyagilag is, de talán fontosabb az, hogy figyelnek ránk és számot vezetnek rólunk. Nincs is többi. Radics Éva és a Muzikolor Ének Együttes először kapott meghívást a jótékonysági estre, amely számukra egy valódi szellemi és lelki utazás. Tavaly kaptuk a felkérést, és ugye a pandémia miatt ez egy évet csúszott, de már tavaly elhatároztuk, hogy mit énekelünk, és nem változtattunk rajta. A magyarságunkat, a Magyarország iránti szeretetünket és a gyönyörű zene iránti szeretetünket kovácsoltuk össze egy olyan kis műsorban, aminek három műsorszám szerepel. A Magyarország az én hazám kezdetű népdal, és utána a Tóth Árpád zeneszerzőnek, egy fiatal zeneszerzőnek két darabja, András Falva kezdetű népdal feldolgozás és a Csillagoknak teremtője. Az est egyik csodája a Misztrál együttes fellépése volt. Török Máté és társai ezúttal Sudár Anna Máriával a Várakozások Zsoltára című adventi műsorukból merítkezve tettek hitet határon túli barátaink megsegítése mellett. Hál' Istennek nem először jöttünk ide, ugye a tavalyi év az elmaradt, és ez a rendezvény se lett megrendezve, mint annyi más jótékonysági est sem. A Várakozás Zsoltára egy rövid részletét hoztuk ma el ide, Sudár Anna Máriával közösen. Az advent az egy különlegesen fontos időszak számunkra. A Várakozás Zsoltára pedig egy különlegesen fontos műsor a Misztrál Együttes tagjainak, hiszen ezzel a műsorral több mint 10 éve járjuk az országot, és megéljük magunk is azt az adventi csodát, hogy a sötétségből a fény felé miként tudunk eljutni. És hogy említetted, valóban igen nagy szükségünk van ma erre,
Mert amit leginkább megtanultunk ebben a másfél esztendőben, hogy minden bizonytalan, minden szervezhetetlen, minden lehet, hogy teljesen máshogy fog történni, mint ahogy elgondoljuk, de a fő gondolatok és a fő értékek azok ugyanazok maradnak. Tehát valóban azt hiszem, hogy a csend időszaka volt ez, meglátjuk, hogy a csendből mik születtek meg. A Mistral és benne Heitzinger Mika is ezzel az esttel is megmutatta, tanúságot tenni, ünnepelni nem csak azzal lehet, amit kapunk, hanem azzal is, amit adunk. Igazából mondhatnám azt, hogy már vártuk a meghívást, mert minden évben jó itt lenni, és azt, hogy ki tudjuk fejezni az összetartozást avval, hogy jövünk és muzsikálunk. Talán most hirtelen Vas Albertnek a gondolata jutott eszembe, hogy vallom, hogy a gondolat szabad, és mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. És nem hontalan vagyok, hanem gondtalan. Mert gondtalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad. És hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. És ebbe a nagy Kárpát-medencében összes magyar ember, és a világon élő összes magyar ember belefér. Az én szívemben mindenféleképpen, és nagyon úgy érzem, hogy egyre inkább minden magyar embernek a szívébe belefér. Minden magyar ember, és hogyha már minden magyar ember egyszer belefér a szívünkbe, akkor utána végre megtanuljuk saját magunkat, a saját nemzetüket szeretni, akkor onnantól fogunk tudni kell szeretni mást is. Nyisztor Ilona a pusztinai csángó népi kultúra letéteményese, európai polgári díjas népdalénekes idén is megérkezett csapatával, hogy gyönyörű énekeikkel támogassák a határon túli intézményeket. Műnk Árost vártuk ezt a pillanatot, hogy itt lehessünk, és bemutítsuk műnkes a műnk énekjeinket, szokásainkat, és nagyon jól esik, hogy mindig gondolnak reánk is. Na, és adja jó Isten, hogy már régóta tartjuk a kapcsolatot, és így lehet tovább is. A pusztinai küldöttség tagjaként Mátyás Mónika is újra megérkezett, ahogy ő fogalmazott, otthonról haza, tiszta szívvel, a segítés szándékával. Mi már erőst vártuk ezt a decembert, mert tavaly sajnos nem lehettünk itt, és nagyon-nagyon vártuk, hogy újra itt lehessünk, és adventi és karácsonyi énekeket hoztunk, és jó kívánságokat a székesfehérvári embereknek, és ez alkalommal szeretném is megköszönni mindenkinek, aki a pusztinai magyar házba, vagy a pusztinai gyermekek részére juttatott el karácsonyi ajándékot, ezt majd a karácsonyi ünnepségünkön ki fogjuk nekik osztani, és biztos vagyok benne, hogy nagy öröm lesz számukra, hogy az anyaországiak gondolnak rájuk, és megörvendeztetik az ajándékaikkal. Isten fizesse! Az, amint egy 100 jó szándékú székesfehérvári, aki elfogadta ezt a meghívást és eleget tett az adománygyűjtő szándéknak, bizonyította, hogy mindig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezt közvetítették, üzenték határon túli testvéreiknek is. A jótékonysági és zárásaként bejelentették, hogy az idei gála is sikerrel zárult, összesen 937 ezer forint támogatást gyűlt össze a kedvezményezett óvodák javára. Karácsony előtt ismét fellépett a méltán népszerű Varga Gabi Quintett, a színész-zenész csapat új dalokkal készült a december 12-i premierre. A Vörösmarty Színház kávézójában különleges csemegével várta a nagy érdeműt a társulat tagjaiból összeállt Gabi Quint zenekar. Folytatódott a nyáron már nagy sikert aratott, mert ehhez van kedvünk est.
A társulat művészei Varga Gabriella, Réti Anikó, Krisár Kamil, Cserta Gáborral és Kovács Csabával kiegészülve egy egyedi zenei csokorral kedveskedett a közönségnek. A műsor leginkább annyit változik, hogy kerültek új számok. Az, hogy még az első rész vagy második rész, ezt még nem döntöttük el, de mindenképpen lesznek új számok, illetve az ünnepre, az adventre való tekintettel lesz egy 3-4 szám, úgymond ilyen ünnepi karácsonyi dal, vagy nevezzük blokknak, amit kifejezetten erre a december 12-ére készültünk, és fogjuk elénekelni. Krisár Kamil színészi munkája mellett gitárjátékkal is régen kivívta a fehérváriak szeretetét, most a Varga Gabival közös duó után ebben a nagyszerű kvintetben is vezető szerephez jut a pódiumon. Én ezt ugye ezt csinálom már úgy régebb óta, így, hogy gitározok, így csak ez az első zenekar, de én sokat zenekaroztam azért, mint ütőhangszeres, és ezt mindig még a zalaegerszegi kollégáktól kaptam, hogy ott miért, ott olyan felszabadult arcod van, hát mondom, igen, ezt tudja a zene. Tehát, hogy a muzsikálás meg a zene, az ott nem tudom, ott jobban lehet röpködni. Legalábbis én könnyebben tudok. Színházban ritkábban adatik meg. Komoly művész voltam, és sokáig hirdettem, nyilatkoztattam ki, és üvöltöttem azt, hogy engem nem érdekel a pénz. Manapság. Na jó, most már egy kicsit azért mégiscsak érdekel a pénz. Pontosan ma, álló tessék, igen. Reklámszinkron? Értem. Elmondom még egyszer csak, hogy pontosan értem el. Tehát egy gyomorhurut babát kellene szinkronizálnom, amelyik lapátolja kifelé egy hashajtó reklámban, egy bérrendszerből, az fart. Maga mégis mit képzel, kivel beszél? Én vagyok András Imáté, 2018-2019 legjobb színésze Fehérváron. Mennyi? 10 perc és ott vagyok. Az esten ott volt a színház stand-up ikonja, Andrássy Máté is, aki ismét egészen kivételes ízig-vérig mai gondolatfűzérekkel várta a nagy érdeműt. Elkészült egy törzsanyag. Én elkezdtem írni még a pandémia alatt magamnak egy stand-up estet, egy egyéni estet, ami már régi vágyam volt, és időm lett rá. És aztán az ambíciók találkoztak, mert a Gabi és a Kamil, a zenekar, hát úgy mondjam, megálmodói, ők meg neki kezdtek megszerkeszteni egy koncertet. És aztán találkoztunk, hogy miért hozzuk össze a kettőt, és ezt próbáltuk össze. Az egyedülálló összeállítás ismét bizonyította a Vörösmarty Színház társulatának művészei műfajoktól függetlenül a város kulturális életének meghatározó szereplői. Interaktív koncerttel folytatódott a Partitúra ifjúsági hangverseny sorozata. A fehérvári iskolások a Kelet zenéje című előadáson klasszikusok műveit hallgathatták meg, kicsit másként. Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Partitúra ifjúsági hangverseny sorozata a Vörösmarty Színházban. A Kelet zenéje című előadás különlegessége volt, hogy Dobri Dániel művészeti vezető a zenekarral együtt interaktív módon szólította meg a fiatalokat. Soha nem csináltam korábban ilyet életemben. Persze, sokszor beszéltem színpadon, tanítottam most az elmúlt 2 évben, de hát egyetemistákat tanítottam, de ez a szituáció, ez nekem is egy teljesen új szituáció, tehát ez volt most a második alkalom és a negyedik koncertünk a Partitúra sorozatban, és megmondom őszintén, hogy rettentően élvezem azt, hogy kommunikálhatok ilyen jó fehérvári gyerekekkel, meg azt is nagyon élvezem, hogy ezzel hozzá lehet járulni az ő zenei szemléletükhöz, vagy zenei nevelésükhöz, úgymond. Thank you.
fiatalok játékos formában mélyülhettek el nagy zeneszerzőink tematikus klasszikusaiban, s tehették ezt olyan előadásokkal, mint amelyet a kortárs énekművészet egyik kimagasló egyénisége, Zemlényi Eszter tárt eléjük. Nagyon-nagyon régóta vágytam rá, hogy ezt a dalciklust elénekelhessem, és hát egy borzasztó nagy feladatnak éreztem, hogy megszólaltatni ezt a nagyon nehéz zenét gyerekeknek, de annyira örültem neki, hogy remekül fogadták, és én tényleg nagyon-nagyon oda voltam az egész koncepcióért, amiben ezt elő tudtuk adni. Dénes Vorovszky Marcell, a Bécsben végzett karmester, ezen a napon is bizonyította, hogy Mozart, Ravel, Grieg, Csajkovszky, Puccini és Verdi világában is otthon van, kivételesen invenciózus dirigálásával hódítva meg hallgatóságát. Én mindig nagyon örülök, amikor ilyen koncerteken részt vehetek, ugyanis ezek a koncertpedagógiának az irányvonalába tartoznak, ami manapság szerintem elengedhetetlen, hogyha mi egy éneklő és zenét hallgató koncertekre járó országot szeretnénk. És a fiatalok ilyenkor erre nagyon-nagyon fogékonyak, lehetett is hallani, hogy nagyon aktívan vettek részt, reagáltak akár a vicceinkre, akár a érzékeny zenére, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebben részt vehettem, és szerintem ez egy egészen kiváló kezdeményezése itt a zenekarnak, én nagyon támogatom, és nagyon örülnék, hogyha még sok ilyen volna itt. A mesés hangverseny megerősítette az Alba Régia Szimfonikus Zenekar jó úton jár, hogy egy újabb korosztályt hódítson meg a klasszikus zenének. Könyvalakban is megjelent Csukás István Diótöröcske című műve. A darabot a Vörösmarty Színház felkérésére írta az azóta elhunyt korszakos szerző. A Vörösmarty Színház Kerkai Rita rendezésében mutatta be Csukás István utolsó, külön a Fehérvári Teátrum felkérésére készült Diótöröcske című mesedarabját. A színház családi napján is nagy siker kísérte az előadást, és az olvasók kézbe vehették a Móra kiadó által könyvalakban is megjelentetett korszakos mesét. A hátam mögött egy könyves polc van, pontosabban egy könyves pult, és 2 óra óta folyamatosan jönnek az emberek és vásárolják a mesekönyveket, többek között természetesen a Csukás István Diótöröcskéjét is, és hogyha erre a kötetre nézek, akkor végtelenül jól esik az az érzés, hogy ezt ugyan nem sokan tudják, de én tudom, és azért most elmondom a nézőknek is, hogy talán ez a könyv, ez most nem volna itt megvásárolható formában, ha ez az előadás nem született volna meg. De köszönhetően az előadásnak, és köszönhetően a Móra Ferenc könyvkiadóval való együttműködésnek létrejött ez a könyv, és e könyv mellett pedig számos más mesekönyvet és ifjúsági művet vásárolhatnak meg azok, akik jegyet vettek az előadásra. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy kiállítottunk egy könyves polcot. Nem véletlenül mondtam az elején, hogy könyves polc, mert valahogy így tudat alatt már erre gondoltam. Ezen a könyves polcon ott van az Ember tragédiája 2.0, ott van Sárosi István Trianonja, ott van Csukás István Diótörője, és bizonyos Diótöröcskéje, és bizonyos szempontból oda tudjuk helyezni Hály János Cégvezető című regényét is, tehát számos olyan könyvformába, forgalomba került kortárs mű, amely így vagy úgy kötődik a Vörösmarty Színházhoz, a Vörösmarty Színház előadásaihoz. Az, hogy könyv és színház, írók és színészek, ez az örökérvényű kapcsolat, ez így ennyire kézzelfogható, ennyire egyértelműen itt létre tud jönni ez a találkozás, ez engem nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, és őszintén szólva, talán ez az egyik ilyen legnagyobb adventi ajándék, amit én ebben a pillanatban az embereknek tudok adni.
A darab dramaturgia Persze Lenikő volt az, aki végigkísérte az alkotói folyamatot Csukás Istvánnal, amelynek az író minden idők legnagyobb magyar mesemondója, fájdalmas halála vetett véget. Sajnos Csukás Pista bácsi már nem érhette meg ezt az óriási sikert, de én se gondoltam volna, hogy a gyerekek egy úgymond klasszikus, retro író elképesztő világára ennyire csápolnak. Köszönhető ez szerintem a fantasztikus rendezésnek és az elképesztően jó zenének, és hát a hihetetlen színészi gárdának, hogy egy úgymond klasszikus mese újra gondolásban Csukás Pista bácsiról kiderült, hogy a legmodernebb szerzők egyike, még mindig. Az előadást Kerkai Rita jegyzi, aki alapos kutató munkával állt neki a koncepció kidolgozásának, a Kossuth díjas költő meséje ős bemutatójának rendezője, a nagy mesemondó előtt tiszteleg az alkotói gárdával, és röpíti mostantól a gyerekeket a varázslatos mesevilágba, színpadon és könyvalakban egyaránt. Ez egy hatalmas dolog, hogy egy olyan mesekönyv született, ami egyrészt egy mesedarabot tartalmaz, tehát a gyerekek találkoznak a drámai szöveg formájával. Másrészt meg, hogy ezt a darabot Csukás István ennek a színháznak, a Vörösmarty Színháznak a felkérésére írta. Fontos pillanat volt a mesedarab megszületése, a premier, és nem különben a Móra Ferenc kiadó vállalása, hogy a gyermekek és szüleik legnagyobb örömére könyvalakban is kézbe vehetik Csukás István művét. Nagyon örülök, hogy annak idején Persze Enikő dramaturg, a Vörösmarty Színház dramaturgja megkeresett bennünket, azzal, hogy ők készülnek egy ilyen előadással. Enikőt korábbról jól ismerjük, mert a Móra kiadónak több könyvet is fordított, és felajánlotta, hogyha mi kiadjuk ezt a könyvet, akkor hát tulajdonképpen az előadással együtt tudnánk a gyerekek elé tárni ezt a történetet. És valóban megszületett az előadás, ezzel párhuzamosan megszületett a könyv. Természetesen nem a díszletrajzaival, természetesen nem a színpadi szöveggel, hanem az eredeti Csukás szöveggel, és most itt vagyunk, és épp azon gondolkozom, hogy mennyiben más a könyv, mennyiben hasonló a könyv, mennyiben hasonlóak a rajzok a díszletekhez, mennyiben hasonló a könyv hangulata a színházi adás hangulatához, és büszke vagyok, hogy részese lehet ennek az egész nagy produkciónak. A darab fő vezérmotívuma az elfogadás, legyen szó a gyermekről, önmaga elfogadásáról, vagy a másik hiányosságairól. A gyermeki barátság szövődéséről szól, ahogy a kisemberek megpróbálják önmagukat definiálni, mert ahogy elhangzik, a mi szívünk együtt dobog. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!